Hű, ez egy jó kérdést tettél fel. De komolyan. Hú, pedig én egyházi iskolába jártam, de ezt most így nem tudom. Jó kérdés, te tudod? Nem. Nem, műveletlenek vagyunk sajnos. Nagyból, hát gondolom, hogy Máriát. Hát ő a nagy boldogasszony. Nagy boldogasszony ünnepe az a Szűz Mária ünnepe. Nem tudom. Jézushoz. Mindenképpen a valláshoz. De nem ide valósi vagyok, úgyhogy nagyon sietek, elnézést, jó? Semmi baj. Hát Mária nagy boldogasszonyhoz. Nagy boldogasszonyhoz. Tudja, hogy hanyadikán ünnepeljük? Nem, még, de még a saját születésnapomat sem tudom, úgyhogy én már nem vagyok annyira fiatal. Na, ez egy jó kérdés, látod. Szerintem most volt pár napja. Augusztus 8. Nagy boldogasszony az van, amikor szeptemberben van, szeptember közepén, nem Mária napkor. Nem, sajnos nem tudom, hogy melyik nap pontosan nagy boldogasszony ünnepe. Talán az államalapítási augusztus 20-án elvileg. De lehet, hogy most nagy hülyeséget mondtam. Szeptemberben van, nem? Hát jó, mi biztos. Szeptemberben van. Augusztus 15-én. 15, igen. Ja nem, augusztusban kis boldogasszony van később, nem? Vagy most lesz, igen. Tudom, hogy most lesz valamikor, vagy most volt. Mármint a nagy boldogasszony ünnepén? Hát ugye a Szent István a nagy boldogasszonynak ajánlotta föl Magyarországot, Szűz Máriának az államalapításkor. És konkrétan én úgy tudom, hogy ezt ünnepeljük. Gondolom, hogy Máriához. És egyébként kis boldogasszony, az is Mária, ugye? Mennybevételét? Én? Semmit. Köszönöm szépen. Hát szerintem akkor fogant meg Jézus, de ez nem biztos. Milyen nagy boldogasszony lett az, hogy megszülte Jézus, vagy... Hát egyrészt öcsémnek szűnapja, másrészt meg misével elmegyünk misére. Merre van Szűz Mária sírhelye? Merre? Hol van? Én nem tudom, hogy pontosan hol van. Gondolom, hogy valahol Jeruzsálem környékén, de nem tudom, hogy pontosan hol. Betlehem fele? Nem tudom, valahol a közel-keleten, ott maradt. Nem? Őszintén bevallom önnek, hogy én katolikus keresztény voltam, de most nem jut az eszembe. Elmenekült Európába, és akkor... Nem, sajnos ezt sem tudom, hogy hol található. Egyetlen egy helyet ismerek a nagy boldogasszonynak, Nógrád megyében, Szentkúton gyakorlatilag. Ott van a Remete barlang, és tudom, hogy ott van a búcsú minden évben ezzel kapcsolatban, de ezt is csak azért tudom, mert ott nőttem föl. Szerintem nincs neki sírja. Szűz Mária Jézus Krisztus édesanyja, és a nagy boldogasszony ünnepén arra emlékezünk, hogy őt felvették a mennybe. Ebből következően nincsen sírja a földön. Az egyházunknak, a katolikus egyháznak a tudása, vagy a gondolatai az három forrásból származnak. Az egyik maga a Biblia. A Biblia, még az apostolok cselekedetei is, nem tartalmaz semmilyen utalást, sem a szűzanya halálára, sem a temetésére, sem a sírjára. A második, amiből táplálkozik a mi egyház tudásunk, az a hagyomány. Most a hagyomány úgy tudja, de már az őskeresztények óta, hogy amikor a szűzanya elszenderült, azt a szót használják, akkor Jézus lejött az égből, és elvitte azonnal a lelkét a mennybe, majd néhány nap múlva, vagy néhány hét múlva az egyébként romlatlan testet is fölemelte a mennybe. És a harmadik pedig az egyháznak a hivatalos tanítása. Ez pedig az történt, hogy bár nagy boldogasszony ünnepét, tehát az égbe való felemeltetés ünnepét már Szent István megünnepelte, ugye nem véletlen ezen a napon ajánlotta föl az országot a szűzanyának, no tehát visszatérve az egyház tanítására, 1951-ben
mondta csak ki az egyház tanításként, ha úgy tetszik, dogmaként, hogy a szűzanya az felvétetett a mennybe. 12. Pius volt ez. Tehát a kérdésre visszatérve, nincsen sírja a földön, hanem az égbe emelték fel, és a hagyomány szerint a nagyboldogasszony ünnepe nem más, mint a szűzanyának az égbe való felemeltetésének az ünnepe.